Aki ma a programozást választja szakmának, az egy hosszú távú perspektívával számolhat, hiszen bőven nem egy kihaló szakmáról beszélünk, sőt egyre nagyobb létjogosultsága van a mindennapokban. Az egész informatikai szakma azért tartogat rengeteg lehetőséget, talán sokkal többet, mint akár néhány évvel ezelőtt is a szakma számára, vagy a hallgatók számára, mert exponenciálisan nő azoknak a vállalkozásoknak a száma, akik informatikusokat keresnek, ezért érdemes minél több embernek megpróbálkoznia vele, mert rengeteg formája van, rengeteg kilépési lehetőség van, ahol szintén nagyon jól lehet még keresni. Az egész mérnöki szakmát általánosságban tekintve azért az egyik legérdekesebb szakmának tartom, mert igazából lehetőséget arra, hogy valami újat teremtsünk általa, és szerintem az egyik legérdekesebb, a legmotiválóbb dolog, ami történhet az életben, hogyha valami érdekeset, valami különlegeset tudtunk mi teremteni. Az, hogy az informatika folyamatosan fejlődik, és egyre inkább benne van mindenben, az ma már egy közhely. De pont azért, mert mindenben benne van, ezért egyre fontosabb lesz, folyamatosan változik, folyamatosan jönnek be új trendek. Ameddig az ember képes megújulni, és szerintem ez a szakma erről szól, hogy tudj megújulni, tudj új dolgokat tanulni, addig ez folyamatosan egy izgalmas szakma marad. This is definitely different than the regular programming competition, the algorithmic ones. Not only because of the length of the competition, but also because of the type of the problems that you face. We heard this challenge started only fun and varied and different from once. So we are looking forward to seeing what the organizers prepared. Vannak ezek a jó kis csapatversenyek, ahol meg nagyon jól lehet azt látni, hogy egyéniben jók vagyunk, de hogy együtt egy csapat sokkal többet tud kihozni magából, mint az emberek összege. A nice thing about this type of contest is that we are faced with a bunch of problems that are not of any type you have experienced before. So you have to come up with solutions for problems that might seem impossible or very weird at first.